Ciglécki Tibor vagyok, sziasztok! Ma egy tengergyümölcsei risottot fogunk elkészíteni, amihez én egy alaplevet készítek elsősorban. Azoknak ajánlanám, akiknek nincs otthon lehetőségük arra, hogy hosszú ideig főzzenek alapleveket. Ebbe ugye raktam egy kis zöldség alaplevet, illetve zöldség alapport, a klasszikus marhaús bázis alapport, illetve van egy tengergyümölcsei kivonat, ami 13% halból készül, ugye ezekben különböző fűszerek vannak még, sokkal teltebbé teszi a halételeknek, tehát egy ilyen nagyon kellemes halészt ad. Ugye elkezdtük pirítani zsíradékon a risottót, risottó is, megvárjuk, ami kifehéredik, hagymával készítjük, viszont nem kell feltétlenül, hogy hagyma legyen benne, tehát hagymát el is hagyhatjuk. Vörösboros, rozmaringos, citromos lébe megfőztem a polipot, ezt látjátok itt a képen, egészen puhára tudtam főzni, összekevertem egy tengergyümölcsei mixel, és ugye belefőzzük a risottóba, ugye az elején rakjuk bele feltétlenül, mert hogy akkor jön ki igazából, kifő belőle ez a nagyon kellemes rák, illetve tengeríz meg, tehát hogy ami a tengergyümölcseiből kijön, az egy nagyon-nagyon finom alapot képez. A vaj ugye elengedhetetlen, citromlé ugye kiemeli a különböző ízeket, akkor az alapléből folyamatosan ugye adagolni kell. Ez a risotto olyan, mint egy gyerek, tehát hogy ott kell állni mellette folyamatosan, és egészen addig öntözgetni, nevelgetni, amíg készen nem lesz, amíg szépen megpirul. Egy kis kaporral megdíszítem, illetve rákot grilleztem hozzá, citrom, aki esetleg még jobban szereti, én nagyon szeretem, hogyha ez van tengerízhez egy kis citrom is hozzá kerül, és a végén egy grillezett királyrákot rakok a tetejére. Jó étvágyat nektek!